Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, de kiemelten nagyon örülök, hogy ennyi gyerek már birtokba is vette a játszóteret, hiszen hát miért is épülne egy ilyen létesítmény, ha nem azért, hogy minél több örömet tudjunk szerezni, és olyan lehetőséget biztosítani az itt élőknek, ahol a gyerekek önfeledten kapcsolódhatnak ki. Először is szeretnék mindazoktól elnézést kérni, akiknek az idegeit az építés ide alatt egy kicsit borzolta a hétvégi munka végzés, de hát ennek alapvetően az volt az oka, hogy minél előbb elkészülhessen a létesítmény. Aztán voltak, akik már nagyon szerették volna igénybe venni, és nem értették, hogy miért nincsen nyitva. Hát ugye meg kellett várni azért, hogy a fű is kinőjön, hogy a hatósági eljárások is lezajlódjanak, és már határidőre készült el minden, de azért évközben, vagy a munkálatok közben voltak nagyon kemény időszakok, amikor leszakadt az ég. A klímaváltozás ugye vagy kánikulát, vagy trópusi esőt hozott, és ilyenkor kicsit nehezebb volt a munkavégzés. De minden esetre azt hiszem, hogy ha itt körülnézünk, akkor minden azt támasztja alá, hogy itt a kivitelező nagyon jó munkát végzett, úgyhogy külön köszönet nekik is, természetesen a műszaki ellenőröknek, és mindenkinek, a műszaki ügyosztályt is ideértve, akiknek szerepe volt abban, hogy ez a létesítmény el tudjon készülni. Azt hiszem, a gyerekeink számára a legfontosabb terek azok, ahol felnövekednek. Természetesen a legfontosabb persze az otthon, aztán a különböző bölcsöde, óvoda, iskola, azaz azok az intézmények, ahol amikor mi dolgozunk, akkor az ő gondjukat viselik. És ha már például az iskolánál tartunk, bár az oktatási intézményeket ilyen módon államosították, ezzel együtt az önkormányzat mégis jelentős összeget fordít arra, hogy mind a tanárok megbecsültsége, a dress code sem véletlen, hogy ma kockás ing van rajtam, ezt egészen addig igyekezni fogok megtartani, ameddig nem rendeződik az a bizonyos kérdés. És hát persze a bölcsödéinket, óvodáinkat is olyan színvonalra hoztuk, ahol szintén a gyerekek napközben, ha jó idő van, nagyon kulturált környezetben és persze az épületben is tölthetik el az idejüket. De hát térjünk vissza erre a mai átadó ünnepségre. Felsorolni is nehéz, hogy ezen a 2780 négyzetméteren mi valósult meg, úgyhogy puskázni fogok, de persze ha körülnézünk, akkor nem annyira nehéz megállapítani, hogy a hagyományos játszóeszközök mellett van itt trambulin, aszfaltos rajzfelület, nyárra vizes pancsoló, motoros pálya kicsiknek, kamaszoknak egy hangulatos beszélgető helye alakult ki, és épült akadálymentes mosdó, pavilon, pelenkázó helyjel, de könnyen kezelhető ivókutak is kerültek a térre. Szóval azok a bútorok, amelyek mondjuk a szülőknek, nagyszülőknek is lehetővé teszik, hogy kellemesen töltsék az idejüket, amíg a gyerekek játszanak, mint pedig az összes játszóeszköz, azt gondolom, hogy olyan színvonalú, ami a kornak minden tekintetben megfelel. És hát bár ugye ilyenkor anyagiakról is illik, vagy nem illik, nem is tudom beszélni, ajándéknál nem illik, de mondjuk egy ilyen beruházásnál igen. Ez egy közel 200 millió forintos bruttó összegű beruházás volt. Ez nem egy olyan nagy összeg, hogyha mondjuk 10 évvel ezelőtti Budaörs lehetőségeit vesszük számba, de most, amikor már milliárdokat vonnak el az önkormányzattól, hozzáteszem, hát kissé a jogszabályokat nem figyelembe véve, azaz törvénytelenül, és hát amikor a Covid-járvány és egyéb problémák felmerülnek, akkor azért ez is egy nagyon komoly tétel, hiszen gondolom mások is olvassák, hogy más önkormányzatoknál gyakorlatilag nulla fejlesztés, intézmények bezárása az, ami ma napirenden van. Budaörs igyekezni fog megtartani azt a jó szokását, hogy egyfelől a működési forrásokat tudja biztosítani, ez annak a gazdasági háttérnek köszönhető, ami az elmúlt évtizedekben megvalósult, és igyekezni fogunk arra is természetesen, hogy továbbra is azokat a közterületeket, parkokat, játszótereket a lehető legmagasabb színvonalon tartsuk fenn, újítsuk fel és hozzuk létre, ahol mindenki kikapcsolódhat, önfeledten töltheti el az idejét, és hát nagyon jó látni, hogy a gyerekek már birtokba vették, hozzáteszem, hogy mi nem rendeltünk ki senkit, a gyerekek és a óvodák maguktól jelentek meg, és hát szerintem a jó idő is csalogatta őket, remélem, hogy még kitart egy ideig ez a kellemes idő, amit mondjuk ma nevezzünk úgy, hogy indián nyár.
a hölgyekre való tekintettel, és hát mindenkinek azt kívánom, gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek, hogy sok boldog percet töltsenek el itt, ezen a játszótéren. Köszönöm szépen a figyelmüket! Jó napot! Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a közreműködésüket a kivitelezés alatt, és a türelmüket is, valamint nagy örömünkre szolgált, hogy létrehozhattunk egy ilyen közösségi helyszínt, ahol csodás, vidám gyerekek játszadozhatnak minden nap, és tényleg egy közösség részeként tudják létrehozni a kis kapcsolataikat a fejlődésükben. Egy ilyen gyönyörű játszótér megvalósításának hát a fő pillére az az előzetes egyeztetés a megrendelő és a tervező között. Majd aztán ugye a megvalósítás jön, és nagyon gyakran ez a tervezői előkészítő, meg az engedélyezési adminisztratív időszak az fontosságát tekintve döntő, és itt dőlnek el legtöbbször a fontos kérdések. Úgy tudom, hogy itt különös figyelmet fordítottak az önkormányzat, illetve a tervező részéről, hogy ez a nagyon sokrétű és összetett játszótér, ez ilyen formát öltsön aztán a végére. Úgyhogy köszönöm egyébként így utólag nekik. Ebből némi a kivitelezés időszakra is becsúszott, ami hát a kivitelezőt nem nagyon szokta megörvendeztetni, de nagyon jó kapcsolat volt az önkormányzat képviselőivel, illetve a műszaki ellenőr iroda képviselőjével is, úgyhogy igyekeztünk megoldani a problémákat. Hangsúlyoznám, hogy azért nem általános, hogy egy játszótérbe a vizes, a hagyományos eszközök ilyen módon burjánzzanak. Oda tettük magunkat, és hát ez az eredmény. Azt szeretném mondani, hogy használják egészséggel. Remélem, jól sikerül. Történelmi pillanat, hogy három képviselő áll itt előttem, és a játszótéren vagyunk. Mindenkiben ott lakozik az örök ifjú, ugye a kisgyermek. Hogy tetszik nektek az a játszótér? Hát egy nagyon csodás létesítményt tudtunk létrehozni. Én nagyon örülök, hogy ilyen gyorsan már használatba is vették a gyermekek. És azt láthatjuk, hogy mindenhol minőségi anyagokkal, és szerintem nagy odafigyeléssel és kreativitással tervezték meg, úgyhogy én remélem, hogy sok ideig hasznos eleme lesz itt a lakótelepen a gyermekeknek. Egyáltalán nagyszerű dolog, hogyha még bármilyen fejlesztés és bármilyen projekt ugye elkészül, befejeződik. Te mit gondolsz erről a játszótérről? Hát az a helyzet, hogy tényleg hálásak vagyunk, hogyha ha valamit tényleg fejleszteni tudunk, és valami nagyobb beruházást tudunk végrehajtani. Ez egy nagyobb beruházás, mint az elhangzott, ez egy 200 milliós projekt volt, tehát azt kell mondjam, hogy az egyik nagy, sajnos most már azt kell mondjam, hogy az egyik nagy beruházásunk a városban, és mint látszik, igen-igen népszerű a gyerekek körében. Nagyon fontos, hogy mindenki lehetőleg minél több időt legyen a szabad levegőn, ugye a zöldövezetben, de elég sokat bringával közlekedsz, amikor csak teheted. Mit szólsz most a játszótérhez? Itt azért mozgásra abszolút van lehetőség. Ide is természetesen most biciklivel érkeztem. Sajnos 2 évvel lemaradtam arról, hogy használhassam ezt a játszóteret. Tavaly előtt még benne lettem volna a korban, de most már nem játszhatok, csak nézhetem, de az is nagy öröm. És szerintem, ami nagyon fontos, hogy van itt közmosdó, ami egy viszonylag új elem Budaörsön, és a madáretetők, madárzugók, ezek is nagyon jó, hogy vannak. És hát egy fantasztikusan elérhető helyen van, szinte Budaörs közepén, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Azt hiszem, hogy az óvónőknek, az óvodáknak is nagyon nagy segítség, amikor elkészül egy új játszótér. Ez új inger, új élmény a gyerekek számára. Mit szól ehhez a játszótérhez? A gyerekek nagyon örültek ennek a lehetőségnek, hogy eljöhetünk a játszótérre, és mi avathatjuk fel. Nagyon várták. Nagyon jó ez a lehetőség, nekünk nagyon közel van ez a játszótér, úgyhogy biztos sokszor ki fogjuk használni ezt a lehetőséget a mozgásfejlődés gazdagítására. Itt vagyunk ezen a csodálatos játszótéren, most már sikerült nagyjából mindent kipróbálni, vagy hol tartotok? Nagyjából már megnéztünk mindent, de annyira jól néz ki, vártunk már, hogy megnyisson. Szia, szia, hogy hívnak? Emilia. Emilia, nagyon igen. Szép neved van. Gondolom, hogy a többi budaörsi játszóteret is ismeritek, mitől más ez és mitől klassz szerinted? Hát, mondjuk ez a hajó, ez nagyon jó szerintem. Hát igazából modernebb, és sokkal jobbak a játékok szerintem, mint a többin.
Általában mennyi időt szoktatok kint tölteni, mert ugye fontos a kicsiknek az őszi-téli időszakban is azért, hogy kijöjjenek. Igen, igen. Hát délelőtt mindenképpen egy olyan másfél-két óra, meg még délután is ki szoktunk jönni. Jó napot kívánok! Most értek ide, vagy már valamit esetleg megnéztek itt? Jó napot kívánok! Igen, most értünk ide, nem tudtuk egészen pontosan, hogy mikor lesz a megnyitó, és reméltük, hogy már délelőtt. Gondolom, hogy szülőként már az összes budaörsi játszótérrel és játszó lehetőséggel tisztában van. Igen, igen, nagyon szeretjük mindet, és nagyon várjuk, hogy az ABS-nél is a sportpark, hogy elkészüljön újra. Most így első látásra mit gondol a játszótérről? Nagyon klassz, nagyon-nagyon szép, eddig is szerettük, de hát ez így abszolút teljesen új pompájában került átadásra, gyönyörű. Nagyon fontos, hogy a gyerekek minél több időt legyenek ugye a szabad levegőn is, hogy mozogjanak. Ön általában mennyi időt szokott itt kint tölteni, akár a környéken, zöldövezetben? Nagyon sokat, abszolút délelőtt és délután is kint vagyunk, mind a két gyermekem igényli a mozgást, a nagyobbik 4 éves már, úgyhogy abszolút elemében van, úgyhogy nagyon örülünk minden modernizációnak. Szerintem ez abszolút példaértékű itt Budaörsön, hogy majdhogy nem léptennyomon nagyon sokféle játszó lehetőség van, ami még így a hideg időben is nagyon fontos, és ennek külön örülök ennek a mosdóegységnek, a pici miatt is a pelenkázás, mert az meg nyáron úgy, ahogy megoldja az ember, de hideg időben ez sokkal kellemesebb, kényelmesebb lesz így.